Nagyon fontos tudni, hogyan lehet felismerni egy érzelmileg döntő kereskedőt. Amikor érzelmi megfontolásból kereskedünk, idegesekké, hezitálóvá válunk. Késve vagy túl hamar hozzuk meg döntéseinket. Amikor ezeket a tüneteket észleli, csak álljon meg és hagyjon abba mindent. Menjen távol a számítógéptől, igyon egy kis teát vagy kávét, és próbáljon meg a lehető legkevésbé gondolni arra, mi folyik a piacon az adott pillanatban. Meditációra, zenére és kikapcsolódásra van ilyenkor szüksége. Avagy bármire, ami segít megnyugodni. Bele kell törődnie abba, hogy a piaci változásokat ön nem tudja befolyásolni, és negatív tudatállapotban nem tud rá megfelelően reagálni. Szóval relaxáljon, és térjen vissza a piacra hideg fejjel, hogy hatékonyan tudjon dönteni.